Új direkt digitális felvételi és átvilágító berendezést adtak át az Aszódi Tüdőbeteg Gondozó Intézetben 2016. január 22-én. A 60-i Albert Schweitzer Kórház sikeres KEOP pályázatából beszerzett új tüdőröntgengéppel egy 40 éves elavult eszközt sikerült lecserélni a kórház üzemeltetésében álló Aszódi létesítményben. Az átadó ünnepségen Szabó Zsolt, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium fejlesztés és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkára hangsúlyozta. Ez az esemény ékes példája annak, hogy a harmonikus együttműködés, a közös pályázás milyen komoly sikereket, jelentős fejlődést hozhat. Emellett azt is kiemelte, hogy az elmúlt időszakban a környező Európai Uniós országok közül Magyarország volt az egyetlen, amely teljes mértékben kihasználta az uniós pályázati lehetőségek nyújtotta forrásokat. Ehhez az kellett, hogy jó, használható és megfelelő helyre elköltött pénzzel olyan pályázatokat tudjunk létrehozni, amik meg is valósulnak. Nagyon szépen köszönöm a beszállítóknak azt a gyors munkát, amit ebben a pályázat típusban el tudtunk végezni, hiszen mintegy 85 sikeres nyertes pályázattal közel 40 milliárd forint értékben szereztünk be kórházi eszközöket. Ez így nagyon jól hangzik, hogy energiatakarékos új eszközök, modern eszközök, azonban ha összerakjuk, hogy 30-40-50 éves eszközöket cseréltünk le, és ezzel modernizáltunk, azt hiszem, hogy a pályázat súlyát ezzel lehet érteni és érezni. Sokan fölteszik a kérdést, hogy miért az egészségügy, hiszen az energetika, ami hozzám tartozik, az nem esik egybe az egészségügyel. Azonban én úgy gondolom, hogy az élet minden területén, főleg ahol el vagyunk maradva például az egészségügyben, tudunk segíteni, tudunk együttműködni és tudunk hatékonyak lenni. Ez a példa egy nagyon jó példa. Dr. Stankovics Éva, a szakorvosi rendelőintézetet működtető 60-i Albert Schweitzer Kórház főigazgatója hangsúlyozta. A kórház nem különálló telephelyként, hanem közvetlen részeként tekint az Aszódi szakrendelőre, és a jövőben is nagy figyelmet fordít majd az intézmény fejlesztésére. Így illesztjük be akár a szakmai munkafejlesztését, a humán erőforrás fejlesztését, de így illesztjük be a programjainkba az infrastruktúra fejlesztés is, és ahol csak lehet, az Aszódi szakrendelő eszköz fejlesztését vagy infrastruktúrális fejlesztését is szem előtt tartjuk. Főleg azért, mert ugye tudjuk, hogy itt a közép-magyarországi régióban meglehetősen nehéz ilyen fejlesztések, uniós fejlesztésekhez jutni. Talán ez is egy szerencsés momentum, hogy a Heves megyei intézményhez tartozik ez a rendelőintézet. Igen, az a legfontosabb, amit én nem fogok elfelejteni, amit ígértem a testületi ülésen, hogy minél több szakrendelést itt helyben megoldani, minél több gyógyító tevékenységet itt helyben kivitelezni és szolgáltatni, hogy ne vigyük el innen a szolgáltatásokat, a gyógyító tevékenységet, hiszen ez is egy aggodalom részét képezte, hogy majd el kell járni 60-ba, vagy el kell utazni 60-ba. Mi azon igyekszünk, hogy ne kelljen itt Aszódon lehessen igénybe venni ezeket a kivizsgálásokat. Én azt gondolom, az pedig egy nagy biztonságot nyújt, hogy egyébként emögött, a szakrendelő mögött van egy nagy egészségügyi intézmény, ahol aztán, ha műtéti beavatkozásra vagy hosszabb gyógykezelésre van szükség, most már szintén nagyon kultúrált körülmények között lehet igénybe venni. Aszódváros önkormányzata és a 60-i kórház vezetése 2013-ban jó döntést hoztak a szakrendelő üzemeltetését illetően. Emelte ki a rendezvényen Sztán István, Aszódváros polgármestere. Köszönetet mondok Szabó Zsolt államtitkár úrnak, további sikereket, erőt és egészséget kívánok, és további jó együttműködés köztünk. Köszönöm a 60-i kórház vezetésének, kiemelten dr. Stankovics Éva főigazgatóasszonynak, valamint Gulyász László gazdasági igazgató úrnak az Aszódi rendelőintézet irányába végzett kiemelkedő munkájukért. Szeretném elmondani, hogy ma ez a kis ünnepség nincs, ha ők nem állnak a jó ügy mellé, és ezért még egyszer köszönet. Kedves kollégáimtól, polgármester kollégáimtól és rajtuk keresztül a házi orvosoknak pedig mondanám és üzenném, hogy van egy korszerű kórház 60-ban, egy jól működő rendelőintézet Aszódon,
Tehát a betegellátás területére két intézmény kell gondolkodni. Kérem, hogy együttműködően tegyenek meg mindent a B-magasabb színvonal elérése érdekében. Az itt dolgozóknak pedig azt kívánom, hogy lássák el szakfeladataikat, mint eddig is eredményesen a térség lakosságának megelégedésre. A szakrendelő fejlődése közel 42 ezer beteg potenciális ellátását segíti a Szódon és környékén. Vécsei László Pest megye 6-os számú választókerületének országgyűlési képviselője úgy fogalmazott. A 60-i Albert Schweitzer Kórház és az Aszódi Szakorvosi Rendelőintézet összefogásának óriási szerepe van a térség életében. A megye határokon átívelő együttműködés az nagyon jót tett mind a 60-i kórháznak, mind Aszódnak és a Galgamente térségének. Ez nem történhetett volna meg akkor, hogyha a 60-i kórház vezetése nem kezd el térségi szerepről is gondolkodni, hiszen a térségi gondolkodás adja meg azt a rálátást, rátekintést egy terület egészségügyi ellátási hiányosságaira, amire feltétlenül szükség van ahhoz, hogy fölmérjük, hogy hol milyen kapacitások hiányoznak, és hol tud segíteni egy egészséges térségi szemléletben gondolkodó nagy intézmény. A másik nagyon fontos dolog, ami szintén említésre feltétlenül érdemes, hogy Pest megye ugye ebben a finanszírozási ciklusban valóban kevés forrással rendelkezhet majd, tehát ezért is nagyon szerencsés egy olyan együttműködés, ami egy jól finanszírozható megye, nagy intézménye és egy Pest megyéhez tartozó, viszonylag kevés forrást remélő térség intézményei között létrejöhet. A 60-i Albert Schweitzer Kórház jó pályázó, és az utóbbi időszakban nagyon komoly beruházásokat hajtottak végre a kórházon is, és nagy örömömre szolgál, hogy a 60-i kórháznak a kisugárzása az érinti az én választókerületemet, és ezen belül legközvetlenebbül az Aszódi Rendelőintézetet. Tökéletes harmónia van a két választókerület között, a két település, a két város között. A 60-i kórház és Aszód városa tökéletesen együttműködött az elmúlt időszakban is, a jövőben is ez fog történni. Most egy fejlesztést hajtottunk végre, egy 40 éves röntgengépet sikerült lecserélni itt Aszódon, hogy emeljük az ellátás színvonalát. A következő pedig a központi járóbetegellátó épületének a felújítása. Polgármester úrral és országgyűlési képviselő úrral már erről tárgyalunk. Ha ez sikerül, és bízunk benne, hogy sikerül, akkor egy-másfél éven belül megújulhat a járóbeteg ellátás épülete. Ott szigetelés, nyilázzáló cserét szeretnénk végrehajtani, egy szóval fejleszteni szeretnénk. Nekünk nagyon fontos, hogy a két szomszéd vár, Aszód és 60, egészségügyileg teljes mértékben együtt fejlődjön. A széles pályázati lehetőségek mellett a technikai korszerűsítéseken túl az egészségügy folyamatos fejlődésében ugyanakkor a dolgozói bérek rendezése is fontos pont. Az egészségügy egy olyan nagy rendszere a társadalmi életünknek, ami értelemszerűen nagy odafigyelést és rendkívüli erőfeszítéseket követel meg mind a társadalom, mind az állam részéről. Minden évben történik valami, ami pozitív irányba viszi az egészségügyünket. Tehát egyrészt vannak ezek a fejlesztések, amelyek a műszaki színvonalat, az ellátásbiztonságot, egyáltalán a területi lefedettséget, ellátás szempontjából a területi lefedettséget hivatottak biztosítani. Másrészt pedig, ami talán a legnagyobb öröm és a legnagyobb társadalmi egyetértéssel találkozik, hogy 2016. január 1-től ismét mintegy 40 ezer ápoló, 18 ezer orvos magasabb bért vihet haza, mert hát tudjuk, hogy az egészségügyben a fizetések meglehetősen alacsonyak. Ez viszont egy olyan hatalmas lökés a bérezésnek a rendbetételi terén, ami nagyon sok embert fog érinteni. Külön öröm az, hogy egyébként a rezidensek szintén részesülnek ebből a béremelésből, sőt a rezidenseket oktató orvosok is béremeléshez jutnak, pótlékhoz jutnak, illetve a rezidens program keretében a hiány szakmákat választó rezidensek még külön ösztöndíj programban is részt vehetnek. Tehát azt gondolom, hogy január 1-től túl azon, hogy ilyen nagyszerű dolgok is történnek, hogy a technikai fejlesztések beindulnak, illetve átadásra kerülnek, túl ezen a bérrendezés terén is egy hatalmas lépés történik a év elején.
Az Aszódi Tüdőbeteg Gondozó Intézet mintegy 133 millió forint értékű új digitális tüdőröntgengépe, a legmodernebb technikát alkalmazva a korábbiaknál részletgazdagabb felvételek készítését teszi lehetővé. Emellett az új berendezés beszerzése hozzájárult a nyáron megkezdett digitális átállás befejezéséhez is az intézményben.